8 nemzet képviseletében 9 úszas csapat lépett pályára az IEB-A sorozat A csoportjában Nyíregyházán. A hazaiak a nyitónapon az NBA Academy India együttesét 84-80-ra győzték le, majd a szlovákiai SBK Junior Levice ellen nyertek 77-69-es Itkujánő tanítványai. A svéd Skuru Basketnél 98-45-re bizonyultak jobbnak Mokanszkijék, a szolnoki sportcentrum elleni mérkőzés pedig 85-61-es nyíregyházi győzelemmel zárult. Hazai pályán azért mindenképpen arra számítottam, hogy több mérkőzést meg fogunk nyerni. A legnagyobb talán a NBA India Akadémia felett aratott győzelmünk lehet, hiszen nem nagyon tudtuk, hogy milyen csapat ellen fogunk játszani, de a fizikai képességeik jók voltak, és az NBA Akadémiának tudjuk, hogy jó a kiválasztó rendszere, és nagyon örülök annak, hogy azt a mérkőzést is meg tudtuk nyerni. A hazai pálya azért mindenképpen segített abban, hogy jobban tudjunk készülni a mérkőzésekre, és talán azokat a meccseket is, amik szorosabbak voltak, azokat is magabiztosabban tudtuk megnyerni. Ugyanezt szeretném majd a folytatásban is, és örülnék neki, hogyha tovább jutnánk újra, és megint eljuthatnánk abba a bizonyos szuperfinálba, amiben tavaly sajnos nem tudtunk elmenni. A torna legjobb játékosának Dancsis Andrást választották meg a szakemberek. A nyíregyháziak nyáron érkező játékos a hárompontos kosaraival sokat tett csapat a sikeréért. Jó meccseket játszottunk így csapatként, viszonylag jól hoztuk azért a meccseket, volt egy jó meccsünk, ami tényleg így kihívás jelentett viszonylag, többi az úgymond könnyen meccs volt, remélem a következő torna, amikor lesz majd a másik négy meccs, az már kicsit nehezebb lesz ennél. A torna legjobb ötösébe beválasztott Sitku Márton szerint sokat számított, hogy a tavalyi sorozatban már rutint szereztek a nemzetközi porondon. Úgy gondolom, hogy sokat segített, mivel külföldi ellenfelekkel már találkoztunk, és hozzá voltunk szokva a játékhoz, és jól tudtunk szerepelni. Az All-Star díjról pedig ez nagy részben a csapat érdeme is, mivel a csapattársaim mind a német csat kiszolgáltak engem. Mokanszky Máté számára nem volt meglepetés az, hogy hazai környezetben 4 győzelemmel zárták a tornát. Vártuk, hogy ilyen jó szerepeljünk. A tavalyi EIBS sorozatban hasonló eredményt tudtunk elérni, azt hiszem ott 2-szer kaptunk ki, úgyhogy abszolút magabiztosan indultunk neki csütörtökön a tornának, és be is jöttek a számításaink, sikeresen megnyertük minden meccsünket. Az EIBS sorozat következő tornáját januárban rendezik meg Szolnokon. A 9 csapat közül az összesítés alapján legjobban szereplő 4 együttes lép tovább a következő körbe.